Már a PVSK judó termében edz Kenderesi Péter. A fiatal sportolók példaképe sikert sikerre halmozott idén. Utolsó éves ifiként az Európa Kupa második helye után korosztálya világbajnoka lett, majd megnyerte az Atomkupát, aztán az októberi junior országos bajnokságon megvédte magyar bajnoki címét. Az országos bajnokságra ott arra így készültünk, hogy ott egy aranyat azt kell hozni, ugye előző évben is sikeresen meg tudtam ugyanezt a versenyt nyerni. A világbajnokságra igazából úgy mentem el, hogy mindent kiadok magamból, a legjobbra törekszem, és meglátjuk, hogy mennyire lesz ez elég. Péter számára most kezdődik az alapozó időszak, jövőre már juniorként versenyez. A Péternek most egy korosztályváltás fog következni, a junior korosztályba fogunk debütálni, és igazából ide egy kicsit ilyen betekintés volt az országos mezőnybe, de már azért a nemzetközi mezőnyt is kóstolgatjuk, meg próbáljuk fel térképezni, hogy milyen ellenfelekre számíthatunk. A junior és serdülő országos bajnokságon a verseny összesített eredménylistáján a PVSK egy első, két második és négy ötödik helyezésével 43 egyesületből a negyedik helyen végzett. Én azt hiszem, hogy ez egy jó dolog nekünk, mert egy kicsit húzó ember lett. A többiek is elhiszik innen közülünk, ebből a teremből valaki oda tud érni. Így most az edzéseket azt mondom, egy kicsit magasabb létszámmal is visszük. Szeretnek a Petihez tartozni, meg remélem hozzánk is, és reméljük, hogy a város hírnevét, a PVSK hírnevét visszük előre. Kenderesi Péter az alapozó időszak után januárban felnőtt olimpiai edzőtáborban vesz részt, majd februárban az Európa Kupán mutatkozik be a nemzetközi junior mezőnyben, Lignanóban.